Nehéz döntés vár a most végzős gimnazistákra. Sokan nem csak azért nem tudják eldönteni, hogy hol tanuljanak tovább, mert nincs elképzelésük. A felsőoktatás tervezett átalakítása miatt sokuknak régen dédelgetett álmáról kell lemondani. A közgazdász-jogász szakokról például teljesen kivonul az állam jövőre. Mi a Debreceni Jogi Egyetemre készülünk, bár most ugye tavaly is már csak 100 államilag támogatott volt, most még egyáltalán nincsen, de mi kitartunk emellett. Mindig ez volt a vágyatok, és ezért gondoljátok így, hogy akár a családi költségvetés terhére is jogásznak? Nem? Hát igen, így tanultunk ez irányba, meg ez érdekel, úgyhogy ezért nem változtattunk. A kormány decemberi döntése szerint az államilag finanszírozott helyek száma 2013 őszén nem lehet kevesebb a tavainál, azaz 55 ezernél. A szaktárca szabályozza majd, hogy az egyes szakokon hány államilag finanszírozott hely lehet. Van, ahol jelentősen csökkentek a keretszámok. Gábor, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kíván elhelyezkedni, ezért bizonytalan most a döntésében. Ha nem veszik fel szeptemberben, külföldre menne dolgozni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem igazgatásszervező szakára készültem, de így, hogy az államilag finanszírozott helyeket lecsökkentették a felére, hát így elgondolkodtam rajta, hogy talán Anglia felé veszem az irányt, és dolgozni kezdek el ott kint. A 2013-as felsőoktatási felvételi tájékoztató elérhetővé vált a felvi.hu oldalon, és már a boltokban is kapható a könyv. Január végén még egy hivatalos kiegészítés is érkezik a felvire, ami tartalmazni fogja az osztatlan tanári mesterszakokat és a felsőoktatási szakképzéseket. A 2013. szeptemberében induló képzésekre február 24-ig lehet jelentkezni. A most bizonytalanoknak tehát már nem sok idejük van arra, hogy eldöntsék, megpróbálják-e a felsőoktatásban jövőre.